Vezet vissza. Kérlek, áld meg így a mai napot. Légy közöttünk ezen a héten is, beszélj velünk ígéden keresztül. Amen. A reggeli állítatok pont Dániel könyvének 5. részéről lesz szó. Első 4-et fogom most elolvasni. Tehát Dániel 5:1-4. Belsazár király nagy lakomást szerzett az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyenek azokból a király és az ő főembere, a feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozták az arany edényeket, amelyeket elvitt az Isten házának templomából, amely Jeruzsálemben volt, és ittak azokból a király és az ő főembere, az ő feleségei és az ő ágyasai. Csak ennyit olvasok el. Miután bort ittak és dicsérték az arany, ezüst, érc, vasfa és kőisteneket.
szót szeretnék mondani Belshazzarról, akiről szól ez az igerész, Nabukodonozor unokája. Azért mondja, hogy te atyád, majd többször fogjuk hallani a te atyád, hogy ott az előző uralkodót, aki nagy valaki volt, mindig arról nevezték a következőt, az atya. Vagy most is nagyapára is azt mondják, hogy a te atyád. Ezért nevezi így. Ő az unokája volt Nabukodonozornak. A neve Belshazzar, Bél annyit jelent, mint Bál, ugyanaz az Isten. A név így hangzik, hogy Bél, Bál őrzi a királyt. Tehát úgy érezte, hogy a bálvány Isten őrzi a királyt. Annak a hatalmába, őrizetére tette az életét. Tehát ez a Belshazzar, aki most uralkodó volt, így mondja az igény, hogy lakomát szerzett. Ugye eszembe jutott az új szövetség megint egy király, Herodes, aki szintén lakomát szerzett. Ott olvassuk, hogy a születése ünnepén nagy lakomát szerzett. A királyi lakomáknál minden előkerült, ami előkerülhetett. Evés, ivás, teljes bőségbe, tánc, szexuális dolgok, élvezetek, minden vonalon. Egész rettenetes módon folytak ezek a lakomák sokszor. Mind a két lakomába, az az érdekes, Herodesnál is, meg Belshazzarnak is, itt történik valami, amiért fel van jegyezve ez a lakoma. Biztos számtalan ilyen király lakoma volt, de nem ír róla a Biblia. Mert ezen a két helyen a király, az uralkodó túllépett a határon, ahol már nem lehet. Emlékezzünk arra, aki ismeri a Bibliát, hogy Herodes ott azon a lakomán Salomé táncáért, egy leánynak a táncáért az országát akart eladni, de Salomé nem az országot kérte, hanem a keresztelő János fejét. Emlékszünk erre a rettenetes képre, ahogy Salomé viszi egy tálba keresztelő János fejét a lakoma közepén. Ez az a fénypont. Túllépett a határon, ahol ember már nem, ahol nem léphet, az Isten dolgaihoz nyúlt, és ez lett a veszte. Ugyanígy jár Belshazzar is. Itt már olyan az ember, hogy nem ismer korlátot. Az 1000 főembere előtt, a feleségei, ágyasai előtt valami nagyot akar tenni. És előhozatja a szent edényeket. Egy pár fogalmat még tisztáznom kell, hogy mik a szent edények. A jeruzsálemi templomban arany edények voltak, amik az Isten tiszteletére használtak. Úgy, hogy nálunk urvacsorai célra, hogy ott is Isten dicsőségére lettek használva a szent edények, fel voltak szentelve, másra nem lehetett használni őket. Súlyos bűn volt, ha más valamire használták a szent edényeket. Mondtam, hogy Nabukodonozor elfoglalta Jeruzsálemet, és Jeruzsálemből vitt a maga földjére szent edényeket, a templomból hozta ki, és érdekes, ugyanakkor ifjakat, a király magból származó fiatal embereket. Emlékszünk, akik egy kicsit ismerik a Bibliát, Dániel ezek közül való volt, Sidrák, Misák és Abednego ezek közül a fiatalok közül volt, akiket aztán ott akartak nevelni a maguk céljára. Ugye tudjátok, hogy minden hatalmasság a fiatalokat keresi. Azokat, akikben formálni tud valamit, akiket még felhasználhat. Ezeket is átvitték Babilonba. A szent edényeket Sineál földjén helyezték el a bálvány templomban. Ott voltak a szent edények. Ezt csinálta Nabukodonozor. Ő tovább nem jutott. Ugyan ezeket a szent edényeket most hozatja elő Belshazzar. Itt lép túl a határon. Nagyon vigyázzunk mi is, hogy sokszor nem tudjuk, hol a határ, és egy pillanatot túllépünk valahol, és akkor kész a tragédia. Akkor megtörténik a rettenetes következmény, ami itt Belshazzarnál megtörtént. Eljön hivatja ott, a borivás közben, ugye amikor az ember iszik, akkor elmegy az esze, akkor már nem gondolkozik józanon,
és mindenáról valami nagyot akart, ami eddig még nem volt. És akkor parancsolja, hogy hozzák el a szent edényeket, amelyek a jeruzsálemi templomba az Isten tiszteletére voltak. És ezekből a szent edényekből iszik az 1000 főember előtt a feleségeivel és az ágyasaival. Ugye egy percig érezzük, hogy azért megdöbbentő ez. Egy kicsit talán nekünk is eláll a lélegzetünk, hogy volt erre bátorsága egy embernek. És tulajdonképpen az ifjakkal is körülbelül ugyanezt tették, megtanították ott a varázslásra, különböző keleti tudományokra, tehát azokat is használni akarták a saját céljaikra. Ez az első, amit látunk, ott van a király palota teljes díszébe, és hozzák az arany edényeket, és gondolkozás nélkül bátran kocintanak, isznak ezekből az edényekből. Majd látjuk rögtön a következő napon már, hogy mi történik. Az Isten a túllépésre mindig válaszol. Majd meglátjuk a történéseket tovább, most egyelőre itt tartunk, és szeretném, ha most megértenénk, hogy mit jelent ez, hogy szent edények. A mi értelmünkbe, a mi világunkba. A Biblia az emberről mindig úgy ír, hogy edény. Egy helyen így mondja az ige, hogy mindenki tisztességgel hordozza a saját edényét, a saját testét. A testem az edény. A tíz tűz példázatából mindenki emlékszik, hogy nem vittek olajat az edényeibe. Égtek ott a gyertyák, a mécsesek, de nem volt olaj. Az első komoly kérdésem most felétek testvérek, hogy mi van az edénybe? Mi van az életedbe? A szívbe, a gondolatvilágba, az érzésvilágodba tiszta dolgok vannak? Vagy szány forogod belül? Az Isten az első kérdést fölteszi most feléd, testvér, mi van az edényedbe? A szívedbe, lelkedbe, a gondolatvilágodba, a testi életedbe, mivel van tele? Az öt bolond szűznél az volt a baj, hogy nem olaj volt az edényben. Lehet, hogy szemét volt. Lehet, hogy bármilyen más dolog volt. De nem az, aminek lenni kellett. Nem tudom, neked mi van az edényedben, mivel vagy tele, a gondolatvilágod mivel foglalkozik. Talán szennyes, tisztátalan dolgokkal, talán anyagiakkal, élvezetekkel, nem Istennel van tele. A szent olaj, az Isten lelke nem avval van tele. Mi szokott kiáradni belőled, ha megszólalsz, akkor jön már ki valami az edényből. Majd itt, ha beszélgetni fognak a testvérek egymásra, rögtön rá fognak ébredni, mi van ebben az emberben? Nem hittem, hogy ennyi piszok. Talán ott este a hálószobában beszélgetnek, és talán mondja mindenki a magáét, és nem gondol arra, hogy most valami kijön az edényből. A szájam nyílásán olyan mondatok jönnek ki, talán káromkodás. Valaki egyszer így mondta, amikor elkáromkodta magát, hogy kicsúszott a számon. Nem akartam mondani. Mi csúszott ki? Csak az, ami benne volt. Gondolj az életedre, a beszédedre, minden, ami megjelenik rajtad keresztül. Az Isten most az első kérdést felteszi, hogy mi van az edényben. A szent edényeket csak Isten céljaira lehetett használni. Isten tiszteleti célokra. Ha valakit azt hiszi, hogy az Úré, akkor az első kérdés hadd legyen, szent edény vagyok? Csak ő használhat? Vagy lehet engem használni sok mindenre? Lehet, hogy anyagiak jönnek ki majd a szádon, ha beszélgettek, hogy kinek milyen van, dicsekedés, mi van az edényben. Itt az edényeket odaviszik és isznak belőlük, a szent edényeket. Ugye most egy picit talán megértettük, hogy az ember az edény. Ember edény. Így mondja a Biblia egy helyen, ahol az Isten lelkéről van szó, és arról az életről, mely Isten szerint való,
hogy ez a kincsünk cserépedényekben van. A mi életünk cserépedény nagyon könnyen törik. Egy baleset és vége az edénynek. Egy betegség, egy bacillus. Mi cserépedények vagyunk, könnyen törő edények. Lehet, hogy te vas egészségesnek érzed magad, és lehet, hogy egy pillanat és összetörik az edény. Ember edények, itt ülünk most sorba, és a kérdés ez, hogy mi van az edényben. És a megdöbbentő az a kérdés, hogy mire használják az edényt. Én most szeretnék azokról az emberekről egy szót, pár szót mondani, akik a te hatalmadban vannak, akiket te használsz, embereket. És ez a komoly kérdés most hozzád, Belsazár, hogy mire használod. Az első a feleséged. Szent edény, úgy kezeled? A te edényed igazán a tied? Vagy csak éppen egy időre odaadatott neked? Belsazárnak sem volt tulajdona. Csak tehetett vele, amit akart. És most szeretném, hogy kicsit elállna a lélegzetünk, hogy felelni fogunk, hogy mit csináltunk azokkal az emberekkel, akik ránk bízattak. A feleséged, a házastársad tulajdonképpen bizonyos időre rád bízatott, mit csinálsz vele? Ha most nem felelsz, felelned kell majd az Isten szín előtt. Éppen a napokban kaptam egy kazettát, aminek ez volt a címe, ezzel kezdődött, egyszer te is ott fogsz állni az Isten szín előtt. És mert kezdtem hallgatni, megint megálltam egy percig, vigyázz, egyszer te is ott fogsz állni az Isten szín előtt. Ott magyarázkodni nem lehet már, ott minden világos lesz. Mit csináltál az edényekkel, az emberekkel, akik rád bízottak? Lehet, hogy te is azt, mint Belsazár. Előhozod időnként, talán amikor beszélsz róla, iszol belőle élvezeteidre, használod egy embert, mint edényt, a saját örömödre, szórakozásodra, élvezetedre. Talán kigúnyolod, amikor akarod. Ugye emlékszem arra, amit olyan sokszor elmondtam, hogy valahol szinte egy társaság volt, és a ház ura a feleségével viccelt. Állandóan mondogat egy ilyen-olyan, hogy mindig így csinál, az összes tréfának az alapja felesége volt. Este lefeküdtek, külön szobába aludtak, és egyszer csak hallja a férfi, hogy a felesége kiabál, hogy ne bánts, ne bánts! Rémülten fölébredt, hogy én bántam. Hát én szerettem, hát én bántom. Hogy aztán nem tudtam tovább aludni. Mindig újra előjött ez a sikoltás, hogy ne bánts! És te bántod? Talán a szavaiddal, talán a viselkedéseddel, a fölényeddel. Gondolj a szent edényre, aki egy darabig rád bizotott. Persze aztán iszik belőle, használja az élvezetére, mint Belsazár. A maga örömei törti rajta, és elfeledkezik arról, hogy ez az edény szent. Egyszer ott állsz majd, mint Belsazár, és ki fog derülni, hogy mit tettél vele. A következő edények most már a gyermekeink. Szent edények. Gondoltál-e arra, hogy felelni fogsz egyszer, amit a gyerekeiddel csináltál? Olyan sok ember iszik a gyermekeibe, dicsőségét keresi. Milyen okos, milyen szép, milyen aranyos. Hát nézzétek! És dicsekszik. És kiállítja az edényeket, hogy nézzétek őket. Beszél róluk itt is, ott is, amott is. Mindig avar a dicsekedés az enyémek. Milyen jól tanulnak, milyen okosak. Iszol dicsőséget. Az előbb azt mondtuk, hogy iszol élvezetet, most iszol dicsőséget.
gyermekeiből. Nem gondolod, hogy tönkre mennek? Rettenetes, hogy oly össze tud törni egy edény a használatba. És akkor gyerekekkel találkozom, hogy már egész gyerekkorukban tönkre mentek. Annyit mutogatták őket, annyit dicsekedtek velük. Teljesen tönkre ment az a szegény ember egény. Az Isten rád bízta egy bizonyos ideig. Nagyon komoly kérdés, hogy nem vagy-e te, Belsazár? Előhozod őket, amikor csak lehet előhozod. Lehet, hogy itt is elő fogod hozni a beszélgetés közben, hogy az én feleségem így meg úgy, az én gyermekeim, előhozakodsz velük, mutogatod őket, dicsekedsz velük a szent edényekkel. Úgy arra gondoltam, hogy miért szent edény a gyermek. Ahogy néztem a Bibliát, láttam, hogy az Ószövetségben is a gyereket abban az időben, amikor az anya már felállt a gyermekágyból, elvitték a templomba. Bemutatni az Istennek. Sokszor kérdezik, hogy honnan kezdő ez az egész gyermekkeresség. Bemutatni az Istennek. Ezzel ezt mutatták be, hogy az övé. Azt akarták elmondani, ez a gyermek az úré. Bemutatni vitték a templomba, és olyankor adtak neki nevet, és aztán történt az, hogy áldozatot hoztak érte. Tehát Isten tulajdonjogát elismerték. Tulajdonképpen ennyi a keresztség, a gyermekkeresztség. Bemutatás, áldozatot vinni érte. És ki mondta, hogy az Istené? Nagyon sok ember megtette ezt, megtörtént az, hogy elfogadtad és elismerted, hogy ez az edény nem az enyém, szent edény, bemutattam annak, akié, áldozatot vittem már gyerekkorában a bűneiért, hogy tiszta edény legyen. A szent edények ott a családban, jó volna nagyon komolyan végre meglátni azt, hogy mit is tettem velük. Ahogy nevelem őket, ahogy bántottam őket, ahogy igazságtalan voltam velük. A legtöbb gyerek nagyon pontosan tudja. Sokszor, mikor eljönnek ide csendesítés, és elmondják minden sérelmüket, amely gyerekkorukban történt. Már akkor csorbultak, ütődtek, törtek a szent edények. Az első komoly kérdés, ami hangzik feléd. A magad edényében mi van? Az is szent. És a tieiddel mi van? Ez a kérdése az Úrnak most minnyájunk felé. Azt mondtuk, hogy Nabukodonozor már kihozta a templomból a szent edényeket. Sinjár földjén egy templomba voltak, onnan előhozta őket. De használni csak Belsazárnak volt bátorsága. És a rettenetes az, hogy mindig tovább mennek, és tovább megyünk. Talán először csak előhozakodtál velük, aztán már ittál belőle, dicsekedtél, csodáltattad magadat. Miközben ittak az edényekből, dicsérték az arany, az ezüst, a kő, a fa isteneket. Miközben ittál belőle, amikor csak dicsekedtél, annyi minden istenünk van nekünk, mondhatnám, hogy arany, talán pénzisten, talán gépisten, aki dicsőítünk, talán anyagiak, amiket dicsekedni szoktál, hogy a fizetésed, az állásod, a pénzed, a ház. Úgy emlékszem valakire, aki azt mondta, akkor értette meg, hogy ő Nabukodonozor. Mikor Nabukodonozor kiáll a templomba, és ezt mondja, hogy ez az a templom, ez az a ház, amit én építettem. És hányszor álltam úgy a házomnál, hogy na ez az, amit én, nézzétek meg, ez a lakás, amit én építettem, nézzétek meg kívül belül. És
igen, emlékszem egy kereskedőre, aki itt volt pont januári héten, és mikor akkor Nabukodonozorról beszéltünk, akkor azt mondta, én mindig odállok az üzletem elé, hogy ez az az üzlet, amit én vezetek. Itt mindent lehet kapni, itt nem zsarolják az embereket, itt rendes a kiszolgálás, ez az az üzlet, amit én vezetek. Lehet, hogy a munkáddal vagy így, hogy ott állsz előtte, hogy ez, amit én építettem, ez, amit én csináltam, meg lehet nézni, mindenki megnézheti. Látjátok, minden Isten mögött egyetlen egy Isten van, akit úgy hívnak, hogy én. Én építettem, én neveltem, a kert, amit én gondozok, a szőlő, amit én kapálok, meg lehet nézni mindent, mert én. Mennyi dicséret te ivás közben a te isteneidet és a te istenedet, önmagadat. Valami olyan rettenetes kép ez, és aki ráismer, az rémülten nézheti, hogy ez vagyok én. Nabukodonozor csináltatott egy nagy aranyállóképet. És a megdöbbentő az, amit ott elmond az ige, hogy aki nem hajolt meg az aranyállókép előtt, mert így volt a magyarázata az álomnak, hogy az aranyfej te vagy, ó Nabukodonozor. És mindegyikünk életében az aranyfej te vagy. És aki nem hajlik meg, amikor hangzik a kürtnek, a dobnak és a sípnak a szava, az azonnal az égő kemencébe vettetik. Amikor te mondod a dicsőségedet, jaj, csak hallanád egyszer, hogy mindig magadat mondod. Itt a szobába, itt beszélgetés közben. Mert én így, én úgy, én ezt szoktam, én így csinálom. Mondod magadat, és jaj, aki nem hajlik meg az aranyállókép előtt, azonnal a tüzes kemencébe, haragszom rá. Az nem rendes ember, aki engem nem csodál, aki nem látta meg, hogy én mit csináltam. Aki nem dicsér engem, azonnal a tüzes kemencébe. A haragomnak a tüzes kemencébe. Vigyázz, testvér! Rólunk szól ez a Biblia. Jó volna most szembenézni vele, mi van az edényedbe, önimádat, öndicsőítés, öncsodálat. És mit csinálsz a rád bízott emberekkel, az edényekkel? Dicséred a kő, talán az építményeidet, a gépeidet, a vasisteneket. Dicséred az anyagiakat, és az Istent nem dicséred. Itt vagyunk a történetünkben a legelején. Jó volna ma igazán szembenézni ezekkel a kérdésekkel. Akkor történik majd az a pillanat, amik az Isten belenyúl. Egy darabig nézi, sokszor elcsodálkozik az ember, hogy miért tűri ezt az Isten? Hát nem hallja, hogy én hogy beszélek és hogy élek? Egy váratlan pillanatba belenyúl az Isten. De olyan jó volt most arra gondolnom, hogy ma még megváltozhatsz. Ma még komolyan levórulhatsz az egyetlen Isten előtt. Mert látjátok, így mondja az Ószövetség, a fejsze úszik, a nap megáll, ez az Isten, ami Isten. Az Ószövetség ezt mondja, hogy emberré lett, istállóba született, arcul ütötték, szemen köpték, megfeszítették. Ez az Isten a mi Istenünk. A te Istened is, aki megalázta magát, senki vélet, a bűneidért odaszegezték a keresztfára. Kit követsz te igazán? Imádkozzunk. Látod, Uram, hogy az életünk egyetlen komoly vágya, hogy valakivé legyünk. Valamilyen módon olyanná legyünk, akit csodálnak, akit néznek, akire felnéznek. Köszönöm, Úr Jézus, a te fordított útadat. Köszönjük, hogy a mennyből jöttél lefelé, a legutolsó helyre, hogy megments minket. Kérlek, segíts, hogy az én Istentől ezen a mai napon megtaláljuk az útat a Jézus Istenig.
Áld meg minket, így Uram, hogy minden megváltozzon, bennünk is körülöttünk. Amen.